Lacikám, egy diabolát pattinthatunk? Egy örök klasszikus. Így van, így van. Hát dolgok. Szerintem a legalább a 15-20%-a biztos a pizzáknak. Mutasd meg az egész dobozt egy pillanatra, hogy milyen. Közelből. A nézetek gyönyörű. Gyerekek, ilyen egy jó kis doboz tészta. Na. Akkor szóval mennyi, egy 20%-a biztos talán, nem, amit eladtok pizzát. Szerintem keveset mondtál. Ez az előző péránk, gyönyörű lett. Szóval nagy sláger. Biztos egyébként minden országban, vagy egyéb nagyobb városnak megvannak a jellemző, népszerű pizzái. Abszolút, abszolút. De egyébként világszinten is szerintem ez a Diabol egyébként egy sikersztori. Világszinten igen. Pesti pizzériánkban abszolút all star. És mi a pesti pizzériának a neve? Pizza Osso Lemio, 16. kerületben. Tehát ugyanez a név. Monoki utca 31, így van. Valakinek az esik útba, akkor ott is ugyanilyen munkát végzünk. Na, remélem, hogy ott is készítünk majd néhány felvételt. Úgy gyönyörű. Á, nagyon jó, hogy hozzányúlsz a tésztához. Finom mozdulatok, kérem szépen, nem taposod ki a tészta lelkét a kövön. Nem szabad. Egyébként, mikor jön hozzátok egy jelölt, aki pizzázni szeretne, és mondjuk tételezzük föl, hogy van némi érzéke hozzá, az mennyi idő, míg betanul körülbelül? Mondjuk hát némi érzéke mondjuk a nápolyi pizzához, vagy mondjuk, némi érzéke a pizzához? Mondjuk ahhoz, hogy itt a pultba eltekerjem, nem a dagasztást, hanem mondjuk ahhoz, hogy... Ahhoz, hogy a pultban eltekerjen, hát ez egyénfüggő, én azt mondom. Két hónap? De volt, aki egy hét, volt, akinek három hónap. De hozzáállás kérdése szerintem meg, hogy milyen gyorsan tudtam. Mi került rá akkor? Fior di latte, spianata picante és paradicsom szósz. Ez egy ilyen egyszerű, de nagyszerű. Szeretitek a pikáns dolgokat, akkor ez muszáj. Hát ez miért finoman felúszta a lapátra? Szépen alá tette? Kéz alá, így húzzuk ki. Gyönyörű. Hányas lapát egyébként? 36-os. Ja, én is jól láttam. Fejre vigyázz! De gyönyörű. És akkor egy diavola a kemencében. És hányan vannak, akik értenek is a dagasztáshoz, mondjuk rajtad kívül? Ketten. Ketten, ha? Ketten, hárma. Hát akik, akkor van biztonsági álló. Így van, így van, így van. Na, nézzük közben a tésztát, hogy hogy készül. A gyerekek, ott készül jó kis diavola. Nagyon szép. Szépen jönnek fel a kis abroncsaink. Na most talán így nem tükröződünk. Mennyi idő volt egyébként, még így a tészta neked összeállt? Tudás szinten? Aha. Még most állt össze rendesen. Mondjuk így, hogy vállalható. Ez örökké. Mondjuk azt, hogy vállalható volt. Örökké tanulás, én azt gondolom. Mondjuk próbálj arra visszagondolni, milyen volt, amikor az első pizzádat sütötted, uh-huh. Az első dagasztásod, és ahhoz képest mennyi idő volt, még vállalható volt a tésztád? Vagy fél hány, év. Fél év, aha, és ez heti egy-két-három dagasztás, mennyi? Négy. Amire azt mondtam, hogy jó van, ezt már kiadnám, vagy ez már úgy vállalható. Tehát akkor az 52-t elosztjuk ugye felére, hogy egy év, ugye az 52... Lehet matekozni. Hogy az hány dagasztás. Így van. De a spirálkaros dagasztóba csináltad mindent, ugye? Abszolút, így van, persze. Tehát profi dagasztóba. Dagasztóval. Alja is gyönyörű. 26, 7 ugye, és azt beszorozzuk 4-jel. Hát akkor egy 100 dagasztás biztos volt, nem? De a mai napig, mindegyik más. De úgy, hogy volt melletted élő oktatás, nem? Tehát, persze, hogy persze. Tanácsadás, persze. Tehát nem az volt, hogy neked kellett a YouTube-ról összematekozni. Nem. De szerintem egyébként az is elengedhetetlen, tehát ez a fajta hogy szenvedély. Hogy edukálod magad. Ez a fajta szenvedély, ez nem áll meg, hogyha kilépek a pizzériából. Hát, hogy ezt te így érzed, az egy csoda, vagy inkább egy áldás a fogyasztóknak. Feleségemnek kevésbé, hogy este is pizzás videókat nézek, de igen. Megvágjuk? Igen, szeretném, hogy megnéznénk az abroncsot, hogy milyen. Ott, ahol a legvég, hogy a mini ott. Én is így szoktam. Én szoktam hagyni még egy fél percet, hogy meg tudjam fogni. Úgy, de gyönyörű. Á, de szép.
gyerekek, olyan, amelyek lennie kell. Hát ezért elhiszem, hogy visszajárnak a vendégek. De javóla. Sikersztori, kérem szépen, sikersztori. De nézzetek, milyen finom a szofisztikát. Szóval éttermi szinten ritkán látsz ilyet. Tehát otthon egy jól fermentált, elkészíteni egy jól fermentált tésztát időpontra, én szerintem könnyebb egyébként, mint pizzéria szinten, 10 órán keresztül ilyetbe tartani egy tésztát. És mindig tartani azt a minőséget, amiért te vagy a pizzához szól, ami jó, igen. Amiért te vagy a pizzához szól, ami jó. De gyönyörű gyerekek. Lepjük meg a csapatot még egy pizzával. Legyen. Szarvasgombás? Szarvasgombás? Legyen szarvasgombás. Okay. Láttam, hogy itt van a Giuliani, aminek 5%-os a szarvasgomba tartalma. Így van, mi is. És ugye fekete olivába van beledarálva, ahogy láttam. Így van, mi is. És szerintem az egyik legjobb, ami itthon el is érhető. Mi is ezt használjuk, nagyon szeretjük. Nagyon intenzív az íze, ami egy jó dolog, tehát azért tényleg viszonylag kevés is elég belőle, hogy gazdag íze legyen a pizzának. Na, akkor kezdjük is. Köbb.